Egyesületében is az elnökség tagja vagyok, és ott is nemzetközi kapcsolatokban tevékenykedem elsősorban. Szabó Endre kulcs elkérésére vállaltam el ezt az előadást, aminek ugye azt a címet adtuk, hogy Családvédelem az Európai Unióban. Ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy önöknek nektek erről a témáról beszélhetek. Amikor készültem rövid felszólalásra, akkor gondolkodtam, hogy melyik másik ország parlamentjébe, országházába visznek a házasság nemzetközi hete alkalmából családos rendezvény. Hol, melyik parlamentet töltik meg családosok, gyerekek ezen a héten, vagy már akkor máskor. Nem tudom, ti biztosan, hogy önök jobban tudják, hogy Ukrajnában, Romániában, Szlovákiában van erre példa. Ezt én próbáltam utána nézni, nem találtam erről információt. Lehet, hogy legközelebb jó lenne majd erről is beszélni. Egy dolgot viszont biztosan tudok, mert ebben van tapasztalatom, az az, hogy az Európai Parlament épületében, Strasbourgban, meg Brüsszelben nincsen ilyen típusú rendezvény. Illetve vannak olyan típusú rendezvények is, az Európai Parlament ilyeneknek is helyt ad, ami például radikális feministák szerveznek, a humanisták, vagy pedig pontosan az egyneműek házasságát propagáló rendezvények. Miért mondom ezt szerint most? Nem azért mondom el, hogy azt a reakciót kapjam, hogy ez szörnyű, ez borzasztó, illetve nem azért, hogy újra mutogassunk az Európai Unióra, hanem azért mondom el, hogy egy picit elgondolkodjunk rajta. És hogy ezt a gondolkodást segítsen, szeretnék idézni az Európai Unió alapjogi chartájából, ahol is a 33. cikke első bekezdését. Nem lesz hosszú. A család jogi, gazdasági és szociális védelmet élvez. Az EU tehát védi a családokat. Tudjuk azt is, hogy az Európai Uniónak nincs egységes családpolitikája, se családjogi szabályozása, mert a tagállamok gazdasági helyzete, demográfiai mutatói, munkaerőpiaci problémái rendkívül színes képet mutatnak. Ezek után kérdeztetitek, hogy akkor miért is van szükség arra, hogy családvédelemről beszéljünk. Szükség van rá? Hát sajnos, hogy szerencsére igen. Én a magam részéről szeretem úgy gondolni, hogy szerencsére szükség van rá. Az Unióban ugyanis folyamatosan születnek döntések és szabályozások, melyek hol kötelező érvényűek, hol pedig ajánlottak, akár nemzeti szinten is. A döntéseket tagállamok vezetői, az Európai Parlament képviselői, illetve egyes lobbycsoportok befolyásolhatják, hozhatják.